Na jó napot kívánok, üdv a csatornán! Keeper jelentkezik a következő videóval. Hát igen, tudom, nagyon-nagyon régen volt videó, de nagyon-nagyon elfoglalt voltam a múlt héten, és ne haragudjatok, és lesz most már mindenből remélhetőleg. Na, egyébként gameplayen kívül 862 órán keresztül elültettem én itt az összes fát. Hát olyan sűrűn lettek a fák, gyerekek, hogy itt nem tudom mennyire látszik, de ilyen van olyan, hogy nem az, hogy méterenként van, hanem ilyen egymásra vannak így dobálva. Hát majd, hogyha nagyobbak lesznek, akkor egy kicsit jobban fog látszani. És biztos, hogy nagyobbak lesznek nagyon gyorsan, mivel még el bele kell pörgetnünk az időbe. Na, ugye azt beszéltük, hogy ezeket... Mi a fasz? Na. Nem akarok csúnyán beszélni, de ez mindig megörjít. Igen, meg kell venni. A gyerekek, vegyétek meg mindenképpen. Most egy csomóan írjátok, hogy ha már nincs is meg neked ez a játék. Na, álljunk neki a melónak, gyerekek. Hol is tartottam? Várjatok. Ez le van vedve az a terület, és a másik is le van vedve? Vagy hol tartottam? Várjatok, mindjárt meglesem. Ezzel szerintem ez le van vedve mind a kettő, mint az őrület. Az a sötét van. Mi sötét van, gyerekek? Nem látok. Gyere, gyújtsál, babám, világot! Várjál, oké, hát igen, mind a kettő le van vedve, úgyhogy teljesen csúcsszuper állapotban vagyunk. Jöhet is, ha mehet. Mindenképpen mind a kettőt le fogjuk aratni, és közben ugye nőni fognak a fák, mint az állat. És álljunk meg egy szóra, nem ezt akartam megnyitni, hanem ezt akartam. Igen, hogy mennyibe megy a bab, gyerekek, mennyibe megy a bab. 2900, oda nézzetek, gyerekik. 2900 Tombstone Grain-be. Tombstone Grain-be mindenképpen el kellene vinni ezt a csuhák babot. Esküszöm, hogy mindig elfelejtem. Ne haragudjatok. Nem tudom. Tombstone Grain az jól messze van. El kell fordulni majd a parton. Nem tudom, hogy miért partot mondtam, amikor nem is rímelt. Meg nem is jót értem. Mert legalább akkor vagy rímelt volna, vagy értelmeled volna. Nem igaz? Tudom, gyerekek, tudom, Keeper hülye. Ez van. Következőnél elfordulunk jobbra. Nem fogom azt csinálni. Mert amúgy is nagyon sok kritikát kapok, hogy a CMTA-ba állandóan csinálom ezt, tudjátok, ezt a ramás stílust. És írjátok, hogy ne csináld ezt. Ez a sorozat, ez maradjon meg nagyon komoly, autentikus, amerikai is. Sorozatnak. Szóval nem lesz ilyen, hogy tudjátok, roma GPS-ot. Hát Asokám, hát tekerd el a kormányt barra, mert barra van az old store grain, vagy mi, old store, nem tudom. Jó, befejeztem tényleg, és nem villogatom többet, most már tudom, hogy a barra kell menni a következőnél, és akkor utána meg egy jobb rekanyáron meg tudjuk oldani a helyzetet. Na, és kacok. Eladjuk ezt a csomó cuccit, az azt jelenti, hogy 3000-be, gyerekek, majdnem elmegy az egész. 3000-be, hogyha elmegy 56000, akkor nem olyan bonyolult kiszámolni, hogy iszonyatosan sok pénz lesz, gyerekek, a 150000, több mint 150000 pénz, gyerekek, 150000 pénz, és az azt jelenti, hogy még egy kör és a Ponce Buffalo-t, mert arra gondoltam, hogy úgy fogom bérelni, de valószínűleg, hogy már egy Ponce Buffalo-t ki is tudunk majd hozni. Még egy gameplay-jel, és akkor megvan a Ponce Buffalo, és akkor egy Ponce Buffalo, mivel tudjuk katagolni majd szépen a izét. A fát ugye az egyből vágja, és akkor rakja is be a darálóba. Majd meg fogjuk nézni, hogy melyik mi éri meg legjobban, meg hogyan éri meg legjobban az egész projektje. Ez nem középen. Mindig valamilyet arra asszociálok, hogy ez egy középen burítós téma. Egyébként azt hiányolom, megmondom őszintén, hogy itt miért nem írja. Hogy írja? Ez az 539, ez az izé, ugye? Ez a falpríték. Vagy 509 fárok. És de mennyire veszi a izébe? Mennyire veszi a nálunk, érted? Saját izébe, kecóval. Arra mondjuk a kíváncsi lenni. Na, oké, most eladtuk, akkor most jön az. Ez a projekt, gyerekek, hogy akkor hol vagyunk? Igen, jó. Akkor most jön az a projekt, hogy fogjuk magunkat és bepörgetünk az időbe, mint az atom.
ez kiárak ide. Oda nézzetek, a Big Bad milyen szépen koszosodik. Várjatok, ha meg kéne nézni akkor, hogy a bérelt cuccaink azok hogy élnek. Azt soha nem béreltem, úgyhogy most utálni fogtok engem, de nem fogalmam sincs, hogy hol van a bérelt cucc. Visz hogy van birtokolt eszközök? Vagy birtokolt eszközök? Bérelt eszközök? Igen, és ezeket mind béreltem. És ez az Etor. Nem tudom, az egyébként, hogy mennyire sokba kerül ez nekem, mennyibe kerül sokba. Ezeket érdemesebb visszarakni. Ez a traktort azt egyenlő, nem tudom. Nem tudom, visszaugrassuk és akkor visszaadjuk ezeket? Vajon, vagy hogy lehet ezeket egyáltalán vissza... Ja, visszatér... De jó! Jaj, de jó gyerekek, én ezt nem tudtam, hogy itt... Régebben vissza kellett cülni, én úgy emlékeztem. Jaj, hát ezt imádom, hát akkor gyakorlatilag ez nagyon jó volt. És akkor... Fölösleges ott tartanom, amíg pörgetem az időt, ugye? Ha akarom, akkor bérlek megint egyet. Hát ez nagyon király, gyerekek. De jó, hogy nem kell visszavinni, ettől féltem. De most már akkor nem félek semmitől. Csak hogy pörögjön a lavőr. Jó, nyomjuk neki, mint az őrültek, mint a süket a kekszet, aztán akkor jó lesz nekünk. Közben majd akartam mondani, ránézzünk a fákra is, de fák azok olyan messze vannak, mint az atom, úgyhogy ezt nem fogunk ránézni. Jó, pörögjön az idő, és akkor menjen szépen. Most egy kicsit itt lesegetünk, kinézzük ki a fejünkből. Viszont gyerekek, amíg mindenki... Jaj, hát addig meg tudnám venni, ugye mindenképpen kell nekem... mindenképpen kell nekem az erdészeti felszereléseknél van. Igen, kell egy aprítógép. Na nézzük a Pons. Scorpio gyerekek 300. 317, két ilyen kör és simán megvan. Viszont kell egy faaprító, és én erre a faaprítóra gondoltam. Azt hiszem, hogy ezt be tudom indítani, ennek külön motorja van, ugye ezt nem kell hozzá a traktor. De viszont be kell kapcsolnom majd ugye a... mi az? Manuális indítást. Jó, 64 ezer, meg a lerakható tárgyaknál van a többi, elhelyezhető tárgyaknál. Egyébként itt is van egy ilyen, csak ez ugye, az annyi, hogy beleszórod a fát, és akkor egyből darálja. De viszont van itt egy olyan, ami lehet, hogy jobb pénz lenne, hogy van egy hőerőművünk. Itt, biomassza hőerőmű. Ebbe ugye bele kell öntened. A hőtermelés pénzt keresel vele, ugye? Úgyhogy kettő dolgot csinálhatunk, vagy pedig egy ilyen hőerőművet kéne venni, és akkor a darálóba berakjuk a fát, és akkor egyből az beledarálja ebbe a hőerőműbe, ugye, mert ebbe faprítékot kell rakni. És ez valószínű nagyobb pénz, mint ha csak simán a faprítékot adom el. Úgyhogy egy ilyen izét kéne venni. Ja, és akkor megáll az idő? Nem, pörög. Jaj, de jó, jaj, de jó. Akkor megyünk is, ugye itt van nem messze tőlünk, ez az a hely. És itt ez szarrá van ültetve fával, és arra gondoltam, hogy akkor ez a sarok, ez lenne maga az a hely, ahol gyakorlatilag feldolgozzuk. Itt lenne ugye több ilyen létesítmény is, ugye feldolgozom. Hát először is, mondjuk akkor ide középre szépen berakjuk a biomassa hőerőművet. És az a jó ugye, hogy tényleg tök közel van a kettő egymáshoz, ugye szembe van vele. Úgyhogy ez nagyon jó. Ide rakom. Biomassa hőerőmű. Megvettük. És akkor ebbe kell majd szépen beleküldeni. Ez kellene nekünk egy faaprító. Az erdészeti felszereléseknél. És akkor erre gondoltunk, ugye? Erre gondoltam, ti is erre gondoltatok? Mindenképpen, ugye ezek ilyen kicsik, ezek nem jók, de ez a legjobb, ez lesz a legjobb. Jó, és akkor ezt meg is vásárolom. És akkor ezzel is ide, nem tudom, hogy ebben nem lehet belülni, és ebben nem lehet vezetni, de szerintem igen. Hogyne. Ja, de ez ilyen hárommal megy, úgyhogy mindenképpen el kell valamivel jönni érte. De ez jó lesz, ez jó lesz, ugye, mert ezt be tudom... Igen, be tudom majd indítani, viszont... Igen, manuál indításom majd frankon fog működni. Jó, azért el kéne jönnem érte. A kamionnal, ugye van rajt hátsó csatoló.
És ezen... ez nagyon bízom benne. Most nagyon... Most gyerekek, most nem tudom, írjátok... Jó, várjatok, kamion... A pótót is akkor hozzuk magunkat. Szerintem erre nem fogok tudni akasztani. Jó, majd valamit kitalálok. Azt a... Úgy beejtjük a boltot, és akkor megnézzük, hogy... nem tudom elvinni azt a valamit vele. Meg úgy beejtjük a boltot, az lesz a tuti, és akkor tudni fogom, hogy mi a szituáció. Szerintem, hogy itt balra kell mennünk? És abban a bolt, ugye? Fönt? Úgy gyerekek. Az annyira tapadnak a kerekei ennek a verdának, hogy ez hihetetlen. Egyébként még biztos, hogy nem éred be a dolog. Ja, és ugye ezzel a fakitermeléssel megpróbálnám azt kiváltani, gyerekek, hogy ne legyen ma itt izé. Ne az legyen, hogy bérmunkába dolgozzunk, hanem amikor így most például, hogy pörgetjük az időt, akkor legyen. Apá, várjátok. Itt lesz a bolt, igen. Akkor legyen lehetőségem arra, hogy én dolgozzak saját magamnak. Még pluszba. Ugye megy a bérmunka, mármint hogy bérmunkás nekem dolgozik. Ezt itt hagyom akkor, hogyha sikerül azt elvinni. Mennyi a rátolatok. És akkor ugye tudok én erdővel. Mindig amikor megy a íz, hogy dolgoznak a gépek, akkor én erdészkedek szépen. Remélem, hogy ez... Nem vagyok benne biztos, gyerekek. De kurva jó. Fenn van. Most ezt gyorsan oda elrántom. Na, majd visszajövünk a pótér, most annyira nem fontos. Mondjuk ez se lenne fontos, de hát gyorsan oda tudunk vele menni. Most térkép nélkül már csak közlekedek már, nem igaz? Egyébként sokan írtátok, hogy belső nézetbe is mennyi kipörmer már rá, unjunk, hogy állandóan GTA-s szájba nyomra ezért a Farming Simulator, ez nem GTA? Kuk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 
Mint ami annyira látszó vannak. Na, hú van egy idő. Itt bevágódunk gyerekek, ne szórakozzál. Valahol itt van a 9-es főt, most már tényleg elfelejtettem, hogy hol van. De szerintem itt van pont mellettem, csak hol a bejárat? Meg kell tanulni, hogy hol a bejárat? Itt van a bejárat gyerekek, ide szépen. Na most akkor ezt megmutatom, hogy mire gondoltam. Mondjuk hátrafele nem kell nézni ebből, úgy látom. Szépen azt megcsináljuk. Elég boros az idő, lehet, hogy majd nem kell aratnunk. Na, ezt leakasztom. És akkor átszállok bele, és akkor kinyitom, és akkor úgy lesz. Hogy majd meglátjátok. Te vagy figyelj, ez nem lehet ezzel kanyarodni, baszod. Csim, ez csak előre-hátra, hallod? Akkor ez nem nyerő, ezt oda kell állítani. Oda kell szépen állítani, ahova körül. Csak nem, hogy megnőjenek a fák, még itt a kamionnal lavírozok, mert akkor itt berragad. Ez azért milyen vicces lenne, gyerekek. Meg lehetne szopatni valakit keményen, mi? Körbeütetett fával a járművet? Jó, tudom, ki lehet ugratni. Nem volt annyira nagy poén. Mint amilyennek látszott, az a poén nem volt nagy. Várja, mindjárt. Mindjárt Sanyi meg lesz, ám ez csak kiperíten töketlen ködik. Úgyhogy gyerekek, hát ez milyen, nem olyan bonyolult. Az a baj, nem tudom, hol csuklik ez a szar. Olyan szépen rá akar válítani, szép derékszögbe, hogy az már soká, sok lesz itt a jobból. Na. Jó. Valahogy így, ugye? Na, nézzük. Oké. Okay. Tök jó egyébként, most szeretem, hogy nem hal vissza egyenesben, nézd a kereket, tök jól néz ki. Csomó játékban úgy volt, még a régi GTA-kban, lehet, hogy még az újakban is, hogy tudod. Nézzük ezeket a csöveket, nem nagyon vágom ám. Cső kiengedése. Au. Favorit kinyitása. X. Extra large. És azt hiszem, hogy ennek igen, itt lehet állítani, ugye. Ezt lehet állítani. Ezt így akkor simán néz oda. Hiper kitalálta, bele potyanik. Egyből a hőerőműbe vágod. Ekkor király, nem? Ne szórakozz, Molé. Na várjál, az a baj, hogy B. Kiszállsz? Kikapcsolod, de ez nem lesz gond. Én beállítom majd a manuális indításmódot, ez nem lesz úgy, semmi abszolút nem lesz gond vele. Jó, oké. Na gyerekek, ez így fog-e kinézni, és itt fogjuk ugye betermelni neki az anyagot. Ebbe az jó ugye, hogy mozgatható, meg még ráadásul nem is olyan túl magas. És szépen ugye itt van az erdő, nagyon sűrű, ponccal meg lehet akkor szórni be. És akkor valószínűleg, hogy az egész jó pénz lesz, hát szerintem egy 200 darab fát ide elültettem.
Azt, amire kitermeljük, az úgyis el lesz. Hát igen, nagy befektetés, tudom. Nem kevés pénz ez, de pénz. De ez megéri. Na jó, hát ez meg így közbeérik, akkor el kéne rettyerni. Ha már itt vagyunk, a pótkocsi ér is, ugye? És más nagyon nem is kell hozni, most akkor egy kész is van gyakorlatilag ennyi az erdőgazdálkodáshoz szükséges létesítményeknek a sora. Annyit kellene még csinálnunk, hogy... Ja, azt meg kéne nézni, hogy mondjuk nem tudom mennyibe, mennyire éri meg ezt. De azért nagyon megéri, most arra gondoltam, mert ugye el lehetne vinni ugye a fűrészmalomhoz is ezt a dolgot. De hát akkor ugye nem kell szállítanod. Például arról beszélt Velven, hogy ugye nagyon szar, hogy szállítani kell. És a szállítás, a rakodás és a szállítás az tényleg gyakorlatilag tovább tart, mint hogy te, mit tudom én, kivágsz háromszor annyi fát. Mármint annyi x idő alatt, itt is annyi. X idő alatt kivágsz mondjuk 30 fát, és ugyanannyi idő alatt mondjuk nem szállítod le a cuccot, érted? Tovább tart a cucc leszállítás. Na most ebben nagyon balonyolódtam, de nem sikerült elmondani rendesen. Az a lényeg, hogy baromi sok káig tart megrakni a izét a rönkös. Tudom, vannak autolóderek, meg ilyen mindenféle csuda jó ország, ami ugye megrakja önmagától a izét, az megcsit. Nincs olyan. Oké, tudom, van olyan, amelyik úgy KCR meg mit tudom, rakodja, de nem úgy, hogy így fel pop vattognak magára ezek, tudod, a rendkök. Ez cheat. Ezek nem cheat. Gyerekek, megrémítjük a csávót, figyelj el. Hoppá, leütöm a tükrödet. Beszóltak? Ponyva. Na, azt hiszem, jól látok. Baromira megállítjuk az időt. Nyomatsuk neki. És akkor gyerekek, a Ponz lesz a következő végállomás. Következő állomás egy Ponz lesz. Nem tudom, miért akarok énekelni mindig, amikor nem tudok. És akkor a fák azok még abszolút nem nőttek semennyit, majd valószínűleg hogy fognak. Minden esetre akkor aratnunk kell. Ugye akkor még egy ilyen puttonyi, majdnem befedi. Hát de majdnem nem, de úgy kb. 200-ig felmegyünk, és akkor 300-ig kapunk egy ponzt. Jó, most mondhatnátok, hogy vegyél traktort, kézzel kivágod, olcsóbb, traktor, univerzális, mit tudom én. Ugye miről szól nekünk ez a sorozatunk, azt ugye vágja mindenki, meg is beszéltük már, hogy ez a sorozat arról szól, hogy a legnagyobb gépeket tudjuk megvenni. Mi nem akarok tökölni ilyen izével, kis John Deere-rel, meg mit tudom én, mivel a Zetorral én ott rángatni azokat a rönköket, meg tudod milyen az, keresztbe tudod hozni. Keresztbe hozod, akkor nem tudsz ráfordulni, kiesik izét. Tudod, izével megfogod, ponszal megfogod, skorpióval beteszed csácsomit, csötészt, a csokoládés traktor kerék, aztán jót. Amikor nem tudom, itt miért megyek, csak az jó, ez a heppem, jó itt. Na, igen, viszont, hogy ezt megbeszéltük, hogy nem pörgetjük az időt, viszont, akkor nyomjuk kapásból ugye a vetést, és ez nekünk fasza lesz. Egyébként nem. Jó, sokat teszik ez a verda, meg mit tudom én, sokba kerül, de ugye, hogyha meg lesz a nagy tárcsánk, akkor azért visszahozza az árat. Bár valószínűleg nem fog olyan gyorsan aratni az a szerencsétlen, mint amennyi az annyi. Lehet, le kéne mosnom egyet gyorsan. Jó, gyerekek, nyossuk már le ezt a verdát. Szerintem vettem egy sterimót, ugye itt van a... Tök jó, hogy itt van minden, nézd meg, ott van a izé. Aj, annyira bírom, különben nagyon szeretem. Nagyon jó, hogy kiépítettünk egy ilyen bázist magunknak. Tetszik a bázis a keepernek. Ez nagyon komoly a gép egyébként. Kár, hogy nem lehet úgy, hogy egy mit tudom, hátra dupla kerék elő, izé. Előki szintú. De van olyan, nekem itt nem vettem ide mosót, hülye vagy keeper? És hiszem úgy emlékeztem, hogy ide vettem mosót. Itt akkor veszünk egyet ide kis házra, jó? Kis kígyó-bígyó. Az a baj, hogy ez már két helyen csuklik, ugye itt, ugye ez... Ugye forgózsámolyos stílusban csatolja. Na, megyünk már egy elhelyezhető tárgyaknál. Nehogy már az ezzel spóroljunk, gyerekek, tele vagyunk, mint a győri busz. Junior megindult ott ki, mint a izé, tavaszi virágok. Egy-két diszfát is bedobjunk, gyerekek. Egyébként később jó lenne ezeket is nyomni. Ezt nagyon kevesen használják, meg én sem nagyon használtam eddig. De nem lehet rossz.
Most nézzétek, ez 1500 eurót óránként termel. Tehát bepörgettünk az időbe most az előbb egy olyan majdnem cirka 20 órát, ugye? Annyi idő alatt ez nem veszteséget termelt volna, hanem ez termelt volna 3000, 30000 eurót, érted? Csak úgy hozzád vágod volna egy darab. Oké, hogy mondjuk 1,2 millióba kerül azért, hogy naponta mondjuk betermel egy 40000 eurót, hát egy-két napnak el kell tenni, mire ez visszahozza az árát, ha belegondolsz. Ez nem kevés. Ja, hogyha nagyon tele vagy, akkor már ez 1,2 milliót az összekubikoz, veszve egy ilyet. Hát az 1,2 millióból veszel egy jó gépparkot. Na, mit akartam? Igen, elhelyezhető tárgyak, sterimó. De nem lehet felrakni? Na, ide rakom a sarokra. Ide közvetlen elé. De. Jó is. Jó is lett az gyerekek, azt szerintem ott fasza. Ja, mondjuk eléredek a vezeték? Jó nagy ez a gép. Fű, szép ez a gép. Még ezt sem néztem kívülről. Derék. Na. Egyébként itt is úgy van, mint 15-ben, hogy akár hol a csolod a gépet, akkor tiszta lesz így. Egy helyen nyomom. Ja, úgy van mi. Az a lényeg, hogy... Igazából... Kár, nem? Az is, hogy... Én, hogyha itt a kerék sarkát itt nyomatom, akkor már tiszta lesz teljesen. Tök mindegy, hol nyomatod. Ugye ez úgy lenne jó, hogyha rendesen mosnád azt, akkor folyna le, tök jól megvan, rendben csinál. Meg hogyha lenne valami funkcionalitás is abban, hogy lemosod. Vagyis nem csak design lenne, de most oké, hogy lemosom, aztán tiszta lesz. Gyakorlatilag ugye a kettő textúra, a koszos textúra meg a változik, valami cserélődik, de lehetett volna az, hogy akkor mit tudom én, kap valami bónuszt, érted? Mint amikor felencsantolsz egy fegyvert, vagy ami lekopik róla, érted? Nem tudom, játszottatok-e ilyennel, tudod, hogy... Van egy... Ezt meddig húzhatom? Figyeld, ne! Jó, eddig van a töm... Szerezve! Be van szerezve, ne szorakozni. Oda a csili-vili gyerekek, leadjuk gosba. Na! Mehetünk is szerintem. Nem tudom mi a szitu. Aha. Ma bőven jó lesz. Big Boot. Tudom, hogy Big Bad. Ki vagyok oktatva. Ki vagyok okkumulálva a gyerekek ebből a helyzetből. Ezeket nem. Ezeket ki... Ja nem, ezek csak dizájnok. Mondom, ki lehetett volna vágni. De nem is kell, nem is baj, hogyha nem vágom. Ki jó ez. Bum 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 bum. Ja meg hát a nagyvető, ugye? A nagyvető. Meg kéne nézni, mennyi a legnagyobb vető. Azt beszéltük, hogy azt is megveszem. De mondjuk, hát, ja, ez a baj, hogy még sok mindent kéne. Várjál, ez nem nagyon tetszik. Neki nyomtam egy hát, azt se tudtam, mit csináljon magával. Azért nagyjából egyenesbe legyen ez a dolog. Ejjj, és megint... Mind a végén sikerült elcsesztem. Na mindegy, kinyitom neki. Nyomok egy hát, hogyha elindul. Hát? Nyomok egy hát, hogyha elindul. Ilyen... Kicsit szerintem odébb kéne szedni, így valahogy nem? Nagyjából? Sőt, rá is mertek a földre, nem? Aztán itt nyomunk egy hát, itt már csak elindulsz. Jó is ez, gyerekek, jó is ez. Egyébként az a durva, hogy ez nem is három pontos. Nem is három pontos ez a vető, mert nézd meg már. Ugye a felső pont az nincs csatlakoztatva, hanem csak a két alsó. A harmadik pont, ami ott van, az, ez ott nincsen. Tehát mindenki, semmiképpen nem tudnánk ugye izélni. És talán megmondom őszintén, azon gondolkozom, hogy oké, ez nagyon érdekes. Ez roppant érdekes, mert ugye attól függetlenül, hogy ezen nincs három pontos ezen a gépen is. Itt van három pontos, húzunk egy ilyen három pontos cuccos. Ugye, hogy ezt tudjunk használni hárompontos felfüggesztésű eszközöket. Viszont vannak olyan gép eszközök, amikhez gardán meghajtás szükséges. Vagy kardán. De akkor az hogy fogja? Vagy TLT, vagy ahogy akarod, úgy mondod, mit tudom én, tudod. Teljesítmény leadó tengely. Az hogy oldja meg? Mert a gépen ugye ezen nincs TLT.
Ebből meg itt, ez nem fog TLT tengelyt a semmiből itt létrehozni. Na akkor azt hogy csinálja majd? Ez nem mindegy, érted, hogy akkor ez most... Most epic fail. Érdekes, érdekes. Mert hát például ennek a kultis vetőnek szerintem például kellene a TLT. Hát mi az, mi a tökön forgatja meg a izéket? Mit tudom én, úgy... Ja, oké, az levegős, gondolom, a izé... Ami a magokat ugye viszi. Na jól tudom, ezek nem ilyen levegős rendszerrel van megoldva. Na mindegy, majd egy igazi... keresünk egy kardános megoldású eszközt. Kíváncsi vagyok az, hogy ez hogy oldódik meg nála. Van egy-két dolog, ami nem teljesen tiszta nekem ebben mondjuk. Például ezt megmondhatná valaki, hogy ugye ennek egy ilyen kihordó szőnyeg van az alján ennek a podkocsinak, ugye? De az hogy milyen elven működik? Az egy elektromotor hajtja meg azt a szőnyeget? Ugye itt van ez a zöld. Vagy valami levegős pneumatikus rendszer? Mondjuk úgy látom, hogy mintha valami pneumatikus rendszer lenne. Bementem eléd, vagy mi van? Mert itt, na már mindjárt kiszállok, most erre kíváncsi vagyok. Na, nagyon nem mélyedtem bele eddig itt a... Jűha, Sanyi, mi van itt, vazze? Az ilyen dolgokba, de most ezt meg fogom nézni. Mi ennek a pótkocsinak, hogy ez hogy működik? Most direkt így kifordítom, megnézzük, jó? Ugye itt van ez a zöld szőnyeg. Az gyakorlatilag olyan, mint egy ilyen futószalag. Csak ugye az egész pótkocsi alatt így végig húzódik, és amikor ugye ürít, akkor gyakorlatilag elkezd az hátrafele forogni, és kitolja magából az anyagot. Ugye azért nem kell billenteni, hát így oldják meg. És itt nézem, hogy ez lehet maga a meghajtás. Viszont itt van valami, vagy hidraulikus, de hidraulikus nem lehet. Ugye kamionokon az általában pneumatikus rendszerek vannak. Ez egy pneumatikus rendszer lehet, gondolom. Valószínűleg nem elektromos. Az főleg elég nagy teljesítménynek kellene lennie, nem tudom honnan üzemelni, hogy akkumulátorról vagy bárhonnan. És itt van egy másik része, ami lehet, hogy mind a kettő, akkor az első és a hátsó henger is hajtva van. És akkor ez így oldódik meg. Nem gyenge. Például ilyenben még bár se gondoltam, nem? Oké, az ember látja, jó, kihordja minden. És lehet, hogy valakinek természetes, hogy szerintem, na, most én ezt így megtippeltem, tényleg nem tudom. Ez egy ilyen pneumatikus rendszer, ugye? Úgy oldják meg, nem elektromos, meg gondolom nem egy robbanó motor van, ott be kell rantani. Meg hát ott van egy izé is, egy ilyen nyomásmérő óra. Abból is azt gondolom, vagy abból is erre tudok következtetni. Van gyereke, nyomjuk neki. Mennyi van? Figyelj, 25%-on van. És akkor majdnem van fél táblányi, sőt, ugye ott fordul vissza. Ez a gyerekek, ez a két tábla megtelik, és akkor már is fölmegyünk elég jól. Nyam. Nem tudom, meg a izére kíváncsi lennék a gumik, hogy ugye most országúti vagy terepgumi van ezeken a gépeken. Mennyire befolyásolja? Megmondom őszintén, nem nagyon bízok benne. Egy-két dolog azért nem nagyon szimulátoros téma van itt ebbe a játékban, nem eléggé le vannak egyszerűsítve. De például a megrúgni gyerekek ebbe a játékba a járművet, mármint ha nem modolt jármű, akkor nagyon ritkán látsz. Pedig azért eléggé gyakori dolog az. Ja, tetszik. Csak az nem tetszik, hogy ez most elég lassú itt. Ez a folyamat. Aratásvetés. Viszont ebben a monotonitásban most már ugye be fog kapcsolódni. Az a... Jaj, de jó, és erre rá tudok váltani. Meg tudom nézni a fákat. Ezek a csemeték ugye most abszolút nem nőnek. Ugye most nem pörgetek az időben, de legszívesebben pörgetnék, hogy nőjenek. Ugye az meg még plusz pénzt vonál tőlem, úgyhogy azért se. Gyerekek, ez milyen 0%-on van? Jó, hogy pont sikerült ugye Lea, aki utána fordult. Mondom, mit csináltál, hogy nullán vagy maré?
Ne szórakozzá. Ja, mizőt megnézem közben nagy vetőt, ugye akkor itt még megy, az, megy a dolog. A legnagyobb vető, arra gondoltam, hogy akkor hon vagy. Igen, a legnagyobb vető, ez a rémálom lesz. Ehhez írtátok egyébként, hogy ehhez valószínű, ez csak plusz mag tartály. De én nem feltételezem, hogy ez így van. Valaki írta, hogy ezt nem muszáj megvennem, hanem ez csak plusz mag tartály, de nem. Mivel ezen nincs tartály, abszolút, úgyhogy ez szerintem ezt mindenképp meg kell hozzávenni. Úgyhogy a 185.290, egy fél millába bele fog fájni. De ez egy nagyon szuper lesz, gyerekek. Ez egy 26 méteres vető gyakorlatilag. És ez a legnagyobb? Gondolom. Ez egy 18 méteres, ez is magtartály. 18 méteres, hát gyerekek, ez van. Hát ez, tudjátok mekkora a, és nem is tudom mihez viszonyítsunk mindjárt. 25 méteres, 26 méteres vető, ez mekkora? 15? A miénk, ami most van... Ez 9 méteres. Ez közel... háromszor ilyen széles. Hajdna. Be tudjátok képzelni. De akkor konkrétan az, hogy izé, hogy háromszor gyorsabban ugye megcsinálja a területet. Ami nagyon durva, ami tényleg nem, nagyon gyors. Eddig se az volt különben a lassú, leggyengébb láncem, most különben a kombány. Ebben az egész folyamatban, ha megfigyelitek, mert ugye a vető az sokkal gyorsabban olvadik, főleg megveszük azt a nagy vetőt, akkor állandóan az izére kell várni a kombányra, úgyhogy még egy kombány az be fog fityegni. Nem tudom, hogy milyen kombány fogunk venni. Mondjuk először most az pont Skorpió jön. Azért megnézem én itt ezeket a kombájnokat. Hát az a baj, hogy... Azért van már csak. Nyuszi van. Valószínű veszünk egy olyat, hogy legyen olyanunk is. Természetesen nem fogunk kicsit venni semmiből. Nem is érdemes. Most belegondoltok, figyeljétek. Ennek ezek a kicsik, 145 ezer ez a gyikarcnyi kombány. Hát az... Ebből tudsz... Még hármat se tudsz... ennek az árán a legnagyobbnak még hármat se tudsz venni ebből. Ugye? Hát jó, hármat tudsz venni esetleg. Tehát ez sokkal gyorsabban végzel. Mert ugye... Nem csak a izé számít, nem csak a vágás szélesség, a tartály méret is. Jó, ne pofázom az időt. Nagyon gondolkozom, esküszöm, hogy ezeket a csikokat, amiket itt meghagynak végén néha, hát nem is érdemes learatnom kézzel. Tovább tart. Harangoznak a kis falumba. Nem tudom, mennyire hallatszik be egyébként az ilyen harangoznak itt, nem azt mondom. Ja, az valószínűleg nem fog visszafordulni ott. Na gyerekek, ezt figyeljétek, ez lesz a jó. Ez lesz a jó. Yeah, három gép. De cool volt. Ilyen két területen meg fog telleni. Ugye, egyből trágyáz is az a gép, az jó benne. Egyből műtrágyáz is, ugye valaki írta nekem, hogy permetezzek, nagyobb lesz a hozam, nem, mert hogyha csak egy izére van állítva, ugye egy trágyázást permetezés, vagy éppen amit szeretnél, akkor egy alatt meg is csinálja az egészet, az meg szerintem nem fog visszafordulni. Jaj, de jó, hogy visszafordulsz, barátom, jó van, ezt nem tudom, néha visszafordulnak, néha meg nem. Tudom, hogy miből folyásolja, de most ez, örülök neki, hogy visszafordult. Hát, hogy a mérete. Ez pont el fog férni, tök jó. Teljesen jó vagyunk, gyerekek. Annyit fogok csinálni most, amikor abban a pillanatban, amikor ez végzett ez a
ezen a vetőgép. El is kezdem pörgetni az időt. Már csak azért, mert akkor ugye már egybe fog ez megérni. Szóval nem az van, hogy ilyen csikonként érik meg. Azt szoktam utálni, úgyhogy azt semmiképpen nem csinálom, de... De ha egybe érik, az jó. Jó, ezzel megyek is a másik földön, mert itt már nincs keresni való. Az bele fog férni. Mekkora földet csináltuk, gyerekek? Itt, ami mellettünk van, azt mi nyomtuk itt jobb oldalt, mi? Mi készítettük? Ez hihetetlen. Hihetetlen, komolyan mondom. Zsöd van a kis gépparkunk, hát nem túl. Sok minden van benne, de azért a miénk. Egy ilyen csikot nem tudom komolyan mondani. Nagyon gondolkozok rajta, hogy ilyenkor ezt ki kéne venni, aztán akkor mégse arasd le. Ez kb. Most 30%-os teljesítményen megy a kombájnunk, vagy még nem tudom, onnan talán több, 40%-on. Ugye nincs hatásfokunk nagyon. Ugyanannyi ideig tart ezt a csikot is learatni, de aztán kevesebb, mint fele lesz a... Ez idegesíti a kipert. Hozunk is át a túloldalra. Ez az. Nagyon lassú ez a kombájn. A másik az 40-nel megy. Ugye a nyuszi, ez meg az évet 20-szal. Fel olyan gyors. Lehet, hogy azt kéne csinálnom ezt eladni. Zenét nyuszit. Nem? Ez se lenne rossz ötlet. És akkor úgyis arról beszéltük, hogy a legnagyobb gépek mindenből, meg a legerősebbek, szóval a New Holland úgyis a legerősebb kombájn, leghatékonyabb. Vágóasztal igaz, hogy ugyanakkora ugye ezen is, mint a New Hollandon, de ugye aznek nagyobb azt hiszem a magtár része is, meg még ráadásul gyorsabb is, meg minden. És lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy ezt eladjuk, azt veszünk egy New Hollandot. Sőt, meg is kéne játszani, erősen gondolkozok rajt. Nem, lekössünk már kompromisszumokat, gyerekek. Én be is tudom járatni, itt már nem lesz szakadékba. Jó, és akkor azt a kis csikot meghagyjuk. Jó. Ezek nagyon precízen meg vannak csinálva. Ez eset gondolták szerint, vagy nem is gondolhatták volna 50 évvel ezelőtt, hogy ilyen precíz gépeket csinálnak, mint például ez a vetőgép, ami gyakorlatilag műholdas GPS navigációval tudja pontosan küldeni be azért a szemet a földbe. Nagyon nem kis pálya. Csapjuk neki. Jó, gyerekek, ezt még le is akarta vetni a másik fele. Ne szorakozzá. Ez a vetőz, ez a traktor, ez nagy. Nem sok értelme van. Lassú ennyire, tudnám húzni akármivel. Jó, akármivel nem, de most egy kisebb géppel. Ehhez kell mindenképp egy nagy vető. Fú, gyerekek, sok minden kéne. És azt beszéltük, hogy akkor pörgetek az időben, már csak azért is akarok ám pörgetni az időben, hogy lássam a fákat. Ugye, hogy milyen sűrűen nőnek. Legalább induljanak meg egy picit.
Jó van gyerekek, viszont ezt akkor nem indítom meg addig. Ez hány százalék van? 40-60? De jó. Na most a fákra vagyok tényleg kíváncsi. Később ezért is lehetne, sírózni kéne. Csak ott már megint az a szituáció, hogy én nagyon nem szeretnék. Nagyon messze van megint ugye a sílózó. Mármint a... Tudjátok mire gondolok. Oda le kéne hordanom, és akkor ugye ott kéne erjesztenem, és akkor onnan tudnám eladni. De ez nekem megint nem fekszik, hanem itt kéne csinálnom. Nem tudom, hogy azt hogy tudnám megoldani. Hogy azt tudnék egy olyan csinálni, olyan helyet, ahol máshova leborítom, ott nem tudom letakarni, erjeszteni. Azt írja már meg valaki, aki komolyabban foglalkozik. Most tényleg megpróbálok a sorozatban így mondjuk úgy, hogy újítani dolgokat. Például ezt a ugye, hogy máshol telepítem a bázisomat, meg ilyesmibe gondolkozok. De az is jó lenne, hogyha például tényleg a sírót máshol tudnám, ugye. Szilács, annak nevezitek ti, de nálunk mindig úgy Zolába a sírónak nevezték, nem tudom miért. Meg akarnám küldeni, azt csak az a baj, akkor nem fog egyszerre érni, úgyhogy ezt lehet, hogy nem fogom. Nézzük, hogy nem enőnek a fák. Hirtelen egy pitty! Ja, nem de egyszerre fognak, mert nem volt pörgedve akkor az idő. Ezt az egészet be tudnám ültetni. Mi azt csináljuk, megnézzük mennyi időt találom le. Lehet, hogy tök pikpak, lehet, hogy itt leszek vele több napig, úgyhogy... Vagy már nem is egy több napig, hanem lehet két hétig itten darálgatom, szóval... lehet, hogy elég ennyi fa egyelőre, de lehet, hogy nem. Úgyhogy ezt majd meglátjuk. Legközelebb majd annyival többet fogok ültetni, hogyha szükségeltetik. Ha köll. Mondjuk úgy. Ez nem kell bekapcsolni? Bekapcsolni, csóri. Be se fog férni, baszod. Jó, amire végzünk itt, a másik meg fog érni. Szépen ez egy ilyen körforgásba itt mehet. Még egy kombány kell, basszus, ez nagyon kevés. Fú, ez nagyon kevés gyerekek, ez a kombány. Figyeld meg, be fog érni a túloldal, mire ez a végzés. Bőven. És ez nem jó. Sokkal gyorsabban is lehetne ezt művelni. Kell egy kombány. Kicsi még mindig a gazdaság, gyerekek. Kicsit fel kell húzni ezt. Milyen jó megoldják, nézzenétek meg. Itt is ugye szállító szalagokon fut befele a levágott szár, meg ugye a kalász. Ez nagyon komoly. Nagyon tetszik. Ez régen nagyon jó volt nekünk, nem? Hogy volt megoldva? Hogy így volt megoldva? Mekkora mennyiség vízi. Gabona megy befele, gyerekek. Nézzük. Hogy de örülnék neki, hogyha már itt ez így menne. Nőne a fa. Nézzük meg eddig az árakat, gyerekek. Főleg a babot. Átlagos, semmi extra. Még mindig a bab érének talán legjobban. Meg a repce. Azt csinálhatnánk egy izét, egy búzát is. Mert ott meg túl sok, meg rengeteg lenne. Lehet, hogy az jobban megérné. Mindig nem nő a fa. Ez mondjuk az röhely. Hány nap alatt nő meg? Hát ennyi időt, 24 óra már bőven eltelt. Annyi időt azért legalább egy növekedési stádiumot növelhetne volna, hogy megnézzem, hogy milyen túró van itt. Hogy néz ki. Egyébként, hogy ezt bekapcsolom.
De akkor csak a daráló része. Azért mondom, hogy ez... Mondom, nem el. A szállítószalag az nem kapcsol ilyenkor be. Az a baj, hogy a másik az be fog érni mindjárt. És itt még nem végeztünk. Nem, még csak az első stádiumban van. Vagy nem is, ez a második stádium. Még jön a harmadik, amikor megnő még egyet. És akkor utána az a stádium fog ugye bebarnulni, vagy besárgulni, az az utolsó. Jó, megoldották ezt különben. Még mindig a Farming Simulator 17 a legjobb, mármint a 15 meg a 17 a legjobb farmingos játék, bármilyen dolog jön ki, vagy jött ki. Bár én mindig azért reménykedek, hogy kijön valami újdonság. Igen, tehát 58% jó. Menjünk egy kör. Aztán akkor utána már biztos, hogy belefér a madarék. Nightcrawler kamion. Ja, szépen jól meg van ezt csinálva. Igazán olyan túl sokat fejlesztenek rajta a két évente, de azért egész kis kellemes játék ez. Ja, hát ezből kb. Egy pót van. Kettő földből egy pót. Ez jó. Szalas. Na is. Meg is vagyunk. Érezhetően nehezebb a véldó. Azt akarom még megnézni most akkor. Igen, most megnőtt egy... És ezután jön ugye a barnulás. Ez a max méret. És ha bebarnul, akkor lesz a jó. Jó. Emlékszem, amikor a szója bejött Magyarországra, így kezdett elterjedni. Akkor még tök ritka volt, ezt nem is tudom. Valami olyan gulyásleves tettem. Az volt a legelső ilyen szójás élményem, amiben nem hús volt, hanem gyakorlatilag... kockák ilyen szójából. Nem furcsa volt. Még a tesóméknál, bátyáméknál ettem olyat. Ez a fa, meg ez nem nő gyerekek. Mi az? Kiszáradnak? Meg kell volna csomni, hát ilyen sivatagi talajban, ilyen kűjek közé, oda nézzetek. Kavicsosba leástuk a fákat, lehet nem tettek ki jót. És mindjárt be fog érni. Szerintem 12.54, hát maximum 3 órára. 15 órára beérik, addig nem fogok itt végezni. Még ráadásul ugye nagyon sokáig nem is pörgetettem az időt. Mert ugye, még el nem beti, mert akkor meg össze-vissza nő az meg. Ti is utáljátok, meg én is utálom. Ugye ilyen csikosan szalasz ilyen ő. Akkor akarom már indítani a vetést, amikor ugye áll az idő. Ugye két kombájna már régen lealaktunk volna, már mehetne a vetés. Ez nem jó. Sok cucc kell, sok cucc. Na, mennyire tipped, mint jó? 14 óra 28, ugye 15 órára mondtam, 14:33 karnapra is jól, hogy így is állíthatjuk az időt. És még mindig van legalább kettő csík. Hát ez még majdnem az van három is. Körülbelül beszéltem, hogy ez nem túl jó. Na jó van, srácok! Elbúcsúzom szerintem. Figyeljetek, akkor azt kell csinálnunk. Ugye
Hát az meg fog telleni az a kamion. Ezzel biztos, ezzel a táblával. És már ott van még egy, úgyhogy a következő részben biztos vagyok benne, hogy össze fogunk szedni, ugye, hát 150 ezer, 300 ezer. Össze fogjuk szedni a Pont Scorpióra, biztos, hogy a következő részben meg fogjuk tudni menni. És akkor utána, szerintem, hogyha Pont Scorpió megvan, akkor lehet, hogy ültenünk kéne, nem is a nagyvetőre. Ugye a vetés az nagyon gyorsan megvan, ugye. Ez ugye gyorsabb művelet, mint az aratás. Szerintem még egy kombányra nyugodatban össze fogunk gyűjteni, akkor már ugye pával is tudjuk termelni a pénzt, szóval akkor is termeljük a pénzt, amikor épp így, amint látjátok, így állunk. Mert eddig ugye most, amikor itt így van, ugye dolgozik a kettő munkás, akkor ugye gyakorlatilag nem termelek pénzt, hanem csak fogy a pénzem, viszont akkor majd akkor is fogjuk termelni, sokkal gyorsabban fog ez a művelet menni, mert mint a pénzszerzés, úgyhogy még gyorsabban fogjuk összeszedni, és ahogy ugye még több pénzük lesz, két kombájnunk lesz, megint még gyorsabban fogjuk tudni ugye ezt a pénzt összeszedni. Na jó van gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csá, csumi csörtészta, és kommenteket írjatok, hogy szerintetek hogy legyen ez a gazdaság, hogy megy tovább. Ja meg akkor írjatok olyat, hogy ezt a szilást, ezt a sílót, ezt máshogy is tudnám-e csinálni, úgy azon kívül, hogy ugye elviszem nagyon messze van a gyári. Van valami íze is, bála is, ami ugye egyből íze erjeszti. Hát, hogy az is jó lenne. Na, írjatok, hogy lehetne ezt megoldani. Szavaztok!